Csütörtökön még azt hitte, hogy szakmai karrierje csúcsaként tapsvihar közepette állami díjat vesz át, péntekre viszont megfordult vele a világ. A Borsnak megszólalt Deák Bill Gyula, aki elmondhatatlan csalódottságának adott hangot. A zenészt így hiába várta illusztris társaság, az utolsó pillanatban le kellett mondania élete egyik legnagyobb élményéről, hogy személyesen vegye át a magyar érdemrend tiszti keresztjét. A polgári tagozat kitüntetésében főigazgatók és sportvezetők részesültek, egyetlen előadó művészként egyedül ő részesült a kitüntetésben, érthető, hogy a mellkasa feszült a büszkeségtől. Baranyi Ildikó, MT. Hogy konferáltak fel, kaptam tapsot. Nem tudtam elmenni, beteg vagyok, 39 fokos lázam van, itthon fekszem, mondta a telefonba Deák Bill, akitől arról érdeklődtünk, hogy hol maradt az ünnepségről. Elmondhatatlanul örültem, hogy ilyen magas kitüntetésben részesültem. Nagyon nagy dolog ez. A muzsikusnak a telefonban percről percre be kellett számolni, hogy miként zajlott az ünnepélyes átadó, kik voltak ott, milyen titulussal konferálták fel és kapott-e tapsot. Hogy konferáltak fel? Énekes? Kérdezte őszinte kíváncsisággal a hangjában. Előadó művészként válaszoltunk neki, Bill pedig azonnal beszámolt a mellette ülő feleségének, hallottad. Előadó művészként. Ezek után az énekes azt kérdezte, kik kaptak még magyar érdemrend tiszti keresztet. Elmondtuk neki, hogy két orvos főigazgató és a Jégkorong Akadémia elnöke, Bill újra a feleségéhez fordult, Marika. Micsoda komoly társaságba kerültem, orvosigazgatók kapták ugyanazt a díjat, amit én. Bill arra is kíváncsi volt, hogy megtapsolták-e, amikor bemondták a nevét. Az igenlő válaszunktól meghatódott. Reménykedem, hogy nem kaptam el a vírust. Úgy vártam ezt a napot, mint egy kisgyerek, mondta Bill, kikészítettem az öltönyömet, a nyakkendőt, ezek azóta is a szobában lógnak, én pedig fekszem és abban reménykedem, hogy nem kaptam el ezt az átkozott koronavírust. Egyszerűen nem hiszem el, hogy ilyen pelyes vagyok. A kitüntetést természetesen utólag majd megkapom, és nagyon fogok neki örülni, de nagyon jó lett volna a pesti vígadóban, ünnepélyes keretek között Kásler miniszter úrtól átvenni. Annak azért van rangja. A szívem megszakad, hogy nem vehettem át a kitüntetésemet, de ezzel együtt is azt érzem, hogy nagyon boldog vagyok, nagy megtiszteltetés, hogy megkaptam. Így alakult. Most egy pár percig kiörömködöm magam, aztán arra összpontosítok, hogy meggyógyuljak. Köszönöm azoknak, akik a távollétemben is megtapsoltak, tette hozzá.